kezdte, akkor ma van orosz lecke. Péntekenként lesz angol, hétfőnként egy nap magyar, a többi orosz. Akkor ma Ekádasi van, és erről egy kicsit fogunk beszélni. És ugye megnézünk, hogy Krisna hogyan teremtette az egész rendszert, és Ekádasit, az időt fogunk tanulni, ugye időt, mint Krisnának egyik energiát. Erről lesz egy kicsit ma szó. És megnézünk több szempontból, miért jó tartani az Ekádasit. Egyik szempontból, ugye, szóval minden, amit teszünk, három szinten történik. Úgy mondják, hogy adibautika, ez a durva fizikai szinten, ez adibautika, utána adidaivika, finom, akár a tudatszint is benne tartozik, és adiátmika, lelki szint. Erről lesz szó, és akkor fogunk beszélni, hogy most a világ hogyan éli az időt, hogyan fogalmazzák a tudósok, mit jelent idő számukra, és megértjük, hogy miért így él a világ, mert van egy elképzelés az idő természetről. Mi majd megnézzünk a védikus koncepciót a időnek, hogyan Krisna teremtette, úgy, ahogy van. Akkor megnézzünk, hogy hogyan működik az idő. Miket fogalmaz Krisna az időről Bhagavad Gita-ban, Srimad Bhagavatamban. A nap és a holdnak a fázisairól, ugye ez az Ekádasi. Ott lesz pont a durva és a finom szintről szól, és a lelki szintről is beszéljünk, és végül megbeszéljünk, miért fontos Ekádasi tartani. Hát a leg alapvető ok, amit bakták tartanak, az azért, mert Krisna ezt akarja, ugye. Krisna legyen elégedett, ezért tartjuk az Ekádasit. Az a leg fontosabb, de megnézzünk egy pár részletet is. De kezdjünk egy kis rövid történettel. Előre, itt van, nagyon jó. Jagannath Puriba, aki járt, én még nem jártam, én csak hallottam, hogy ott a pandák azt mondják, hogy az Ekádasi a Jagannath Prasadamra nem érvényes, hogy lehet enni gabonát, mert Jagannath Mahaprasadam az kedvező, az Ekádasikor is ehető. Hát vannak erre okok, miért így mondanak, és ez nem csak most ezt csinálják, ezt csináltak 500 év ezelőtt, mikor Úr Csitánya is ott volt. És egyik alkalommal, amikor ezt hirdették, hogy akkor az Ekádasi napon Jagannath Prasadamot lehet nyugodtan tisztelni, akkor egy alkalommal Úr Csitányához hozták rágybogot, egy nagyon-nagyon nagy mennyiségét Mahaprasadamot. Arra gondolták, hogy igen, itt van Chaitanya Mahaprabhu, aki nagyon szereti Krisnát, és akkor biztos most ő, hogyha ő most elkezd enni Mahaprasadamot, Ekádasin, akkor mindenki ezt fog csinálni, és akkor nagyon jó lesz. És mikor hozták, és mikor Úr Chaitanya meglátta azt a Prasadam hegyét, akkor extázisba jött, és egész nap és egész éjszakán át dicsőítette Mahaprasadamot, de nem evett. És csak a dvadási napon akkor megtisztelte Mahaprasadamot, mindent megevett. Szóval így történnek a dolgok, és akkor most nézzünk meg egy kicsit az időről. Ugye én nagyon röviden fogok mindent érinteni, ne legyen túl sok elhúzva az időnk, de a mostani világunk az idő természetéről elképzelés téves. Ők azt állítják, ki tudja, ki iskolában emlékszik, mikor tanultunk az időről. Igen, Nishanta, Mataji. Igen, nagyon jó, köszönöm szépen. Igen, az idő lineáris. Valahol van eleje,
kezdete valahonnan, valahol van vége, és akkor ezt így állítják. Volt egy tudós, egy román, Mircea Eliade, ő kutatta ezek után, és azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon régen már, nem, most nem mondom, hogy hogyan alakult, mert onnanájára majd kerül a videó, azért nem mondjunk okokat, hogy honnan árad, de nagyon régen már emberek lineáris időt követnek. És ezért ez azt jelenti, hogy egyszer élünk, hogy egyszer megszülettünk, és egyszer vége lesz, Jézus egyszer jött, többet nem jön, és hogyha most valaki nem hódolja, nem téri meg, akkor több nem lesz lehetőség, és akkor örökké fog szenvedni. Ez a lineáris időnek a következményei. Ugyanakkor másik szempontból nagyon erősen élvezetet is inspirálja, mert egyszer élünk, mindent ki kell próbálni, többet nem lesz lehetőség, ezért vannak ezek a rohamvásárok. Most vedd meg, mert több nem lesz. Több nem lesz. Most utoljára, most van akció, és minden nap van egy akció, de mindig most van utoljára akció, és emberek rohannak, és akkor vásárolnak, és akkor van ez a roham. Mint hogyha holnaptól már nem lehet mit vásárolni. Szóval ez a probléma, hogy lineáris az idő. Ennek van ugye az a, ahogy mondtam, probléma, hogy van egy kezdet is valaminek, ugye elkezdődött, és akkor van egy vége. És akkor mi alapján ugye most tudósok ezt mondják? Hát még például minden, ami van gépek, hogyha ma új a gép, valamikor nem volt, nem létezett, létrehozták, aztán elromlik, és szét fog esni az a gép, ezért lineáris ember megszületett, mert egyszer élünk, és utána csak vége lesz. Ugyanakkor másik, amit tudósok mondják, egyik másik szempont lineáris időnek, hogy mondják, hogy végtelen a progresszivitás, vagy végtelen fejlődésben van a technológia, ez végtelenségig fog menni, sose fog megállni. Így próbálnak ők ezt értelmezni. De nézzünk meg, hogy hol van a hiba, ugye nagyon sok szempontból, és sok felfogásban, sok területen a világról egy hibás végkövetkeztetése van. És meg például, nézzünk egy ilyen példát, mondjuk van egy ilyen kacskaringós út, és valakit megkérünk, hogy jó, akkor légy szíves, tanulmányozál ezt a szakaszot az útnak, és mondd meg nekünk, mi a végkövetkeztetése erre a szakaszra. És akkor erre lehet mondani, ez a szakasz egyenes. De mondani utána végkövetkeztetés, hogy az egész út egyenes, az már hiba. Ugye, hogyha csak egy szakaszra mondjuk ez igaz, de az egész útra már hibás. Ugyanúgy valamilyen szempontból lehet mondani, hogy lineáris dolgok, mert igen, valaminek van eleje és a vége, de globálisan az időt úgy fogalmazni, hogy lineáris, az hiba. Az nem tökéletes. Akkor ezek szerint, ugye van ez a jó kis példa, amit gondolom sokan hallották, hogy fogták négy embert, bekötötték a szemüket, ezzel a négy ember sose látta elefántot, és mondták neki, adták bekötött szemükkel egyiknek a kezébe az ormányát, másiknak fog meg a lábát, harmadik a fülét, a negyedik a farkát. És akkor mondták, jó tanulmányozzál, mert ez az elefánt. Egy idő múlva kérdezték. Az elsőt, aki mondjuk a lábat fogta, akkor tanulmányoztál? Tudnál nekünk mondani, leírást adni, mi az elefánt? Persze, tudom, az elefánt ilyen gömbölyű, ilyen, mint egy oszlop, ilyen vastag. Akkor a másik, aki a fülét fogta, azt mondta, hát ez az ember, ez téves felfogása van, mert az elefánt nem gömbölyű, hanem lapos, mint egy banánlevél, ugye, mert fülét fogta. A harmadik mondja, hát itt mind kettő sarlatán, Sisi Lakshmi Srimad Bhagavan Ki Jai. Azért, mert az elefánt gömbölyű az igaz, de olyan, mint kígyó, így hajlik oda-vissza, és a végén, mint egy porszívó.
Akkor a negyedik, aki a farkát fogta, azt mondta, hát ez se igaz, mert az elefánt olyan, mint egy ilyen vékony, olyan, mint egy vesző, mint egy kis ilyen ága valamilyen fának is, akkor ilyen gömbös. Szóval így látjuk, hogy mivel nem tanulmányoznak a védákat, és különböző területről közelítenek a helyeke dolgokat, a tudósok, és lehet, hogy arra épp kis területre szűkösen igazok van, de amikor mondanak az egész egyességről, mindenségről végkövetkeztetés, akkor hibás. Ugyanúgy az időről is hibás végkövetkeztetés. És ebben különbözik akár a védikus tudomány, hogy ők sose tanulmányoznak külön dolgokat, hanem mindig egységben van minden, egyességben, vagy nem tudom magyarul, hogy lehet kifejezni, akár milyen részt veszünk, akár nézzük a teremtési részt, ami Srimad Bhagavatamból olvasunk, akár a Charaka Samhitát, ami a Ayurveda, mindenhol mindig van kapcsolat az univerzummal, a felépítés, szóval mindig van teljes kapcsolat egymással. Ezért a védek szempontból az idő törvénye az a következő, hogy ez egy megújulás törvénye. Miért? Mert az idő ciklikus, újra és újra megtörténnek a dolgok, és ez azt jelenti, hogy az ember ugye ciklikus idő alatt él, ami örökké működik, és egy idő múlva, mivel az ember hibákat követi el az életébe, hibázik, utána sajnálja, és utána jön újra egy következő időpont, amikor lehet újra kezdeni. Mint a számítógépek, ugye? Amikor számítógépet ember nagyon sokat használja, bonyolult programokra, sok program egyszerre megy, de sokáig nem kapcsolta ki, akkor hibák felhalmoznak a számítógépben, és már kezd vagy lelassulni, vagy lefagy, sok problémát okoz, akkor kell újraindítani a számítógépet. Ugyanúgy az idő adja azt a lehetőséget, hogy újraindítson. Akár minden nap lehet, hogy ugye mondani, jó, akkor tegnap nem sikerült a szadanám, akkor ma reggel újraindítom. Jövök reggel, és akkor próbálok minőségileg végezni a szadanámat. Vagy emberek mindig egy új évet akarnak új tervekkel kezdeni. Nem tudom, kit vitték? Nem láttam. Szóval lehet újraindítani az évet, és emberek újra kezdenek, lehet hónapot újra kezdeni, minden lehet újra indítani. És akkor mi az ekádasi? Igen. Mi az ekádasi? Ez is egy lelki életnek, a megújulásnak a módszere. Amikor valaki hibákat követi el, sértéseket követi el a lelki gyakorlatok által, és következik az ekádasi, és ember megfelelően tartja az ekádasi napot, akkor kitisztulnak, újraindítja a rendszert, majd mindjárt megnézünk testileg is, hogy működik, elmileg is, hogy működik, és lelkileg, hogy fog működni. Szóval újra fog indítani, és akkor ember megszabadul a hibáktól, és tisztább lappal kezdve sokkal könnyebb gyakorolni lelki gyakorlatot. És erről mondja Krishna, vagy hát nem Krishna mondja, hanem Vyasadeva Jaimini Muninak, tanítványnak, hogy valójában Krishna direkt létrehozta az ekádasi napot, amelyeknek az a neve, hogy Harivasana. Harivasana az a Úrnak az a napja, vagy Madhava Tithi. Ez hozta létre a Krishna azért, hogy az ember tudjon mindig megszabadulni a terhektől, amit felhalmozták a lelki gyakorlatok által, és akkor újraindítani a rendszert.
Szóval így működik, és hogyha most, nem, az kicsit később, menjünk sorba, nem előzzünk meg. Utána nézzünk, hogy Srimad Bhagavatamban hogy van megfogalmazva maga az időnek a természete. Mi az idő természete? Guna Shobakam. Guna Shobakam, ez azt jelenti, Shobaka, ez azt jelenti, hogy kivinni, vagy megbontani az egyensúlyt. Ugye vannak a három kötőerők, és akkor az idő hatására a három kötőerő ki fog menni az egyensúlyból, és akkor valamikor tudjunk dominál szátvá, valamikor rágyász, valamikor támasz. Ki tudja, mikor szátvá dominál? Körülbelül. Mikor? Reggel, ugye? Reggel. Majd kicsit később kiderül. A napkelte előtt másfél órával, pontosan 1 óra 36 perccel előbb szátvá dominál, napközben rágyász, és este ugye a támasz dominálsz. Akkor így, hogy ember ismeri ezeket, ismeri az időszakokat, az mindenre vonatkozik, mint a szátvá a három kötőerőre, ugye, hogy tudod, legyen aktív akkor, amikor kell, akkor legyen tudat aktív, amikor szátvaguna, és akkor legyen passzív a tudat, amikor tamaguna, akkor lehet aludni, pihenni. Hogyha ember ezeket ismeri, akkor megerősíti a szátva hatását, és ez azt jelenti, hogy lelki gyakorlat nagyobb és mélyebb eredményeket fognak létre, vagy eredményezni. Ugyanúgy a testileg, hogyha tudja ember, hogy milyen ciklusok vannak test belül, ami napszinte 4 óránként változnak, akkor ember tud, mikor kell táplálkozni, mikor kell pihenni. Ebben az esetben a test mindig kiegyensúlyozott lesz, és egészséges, minimális problémákkal, betegséggel fog küzdeni a testünk. Az majd kicsit még rálátjuk azokra. Akkor ez volt a Srimad Bhagavatam. Ugyanakkor ebben a világban ugye az idő, ez az Istennek a képviselője. Mit jelent egy Isten képviselője? Hát egyik szempontból tudjuk, hogy Istennek az akarata. És képviselője, mint az Istennek legyőzhetetlensége. Ugye az időt nem lehet legyőzni. Emberek mondanak, majd akkor egyszer valamikor jövőben vagy múltba fogunk utazni, de nem lehet. Nem lehet jövőben, nem lehet múltba, és nem lehet lassítani, nem lehet megállítani, idő legyőzhetetlen, és ha valaki akarja megérteni, hogy mit jelent, hogy Krisna legyőzhetetlen, az idő szempontból ezt meg lehet érteni. Ugye, amikor jön a halál, akkor nem, ez is idő hozza halált, ekkor nem lehet semmit vele csinálni. De az emberek sokszor félnek, azok, akik elfogadják Istent, ők félnek a jövőtől. Félnek arról, attól, hogy mi fog hozni nekünk a jövőt, a jövőben. És akkor, amikor egy ilyen embernek valaki, egy asztrológus fog mondani, na akkor jön a Szaturnusz korszakot, kész, az ember nyugtatót fog szedni, vagy akár Ketu Ráhu milyen házban van, akkor az ember nagyon-nagyon szenvedni fog. Mert jön a kedvezőtlen időszak, úgy mondják. De mivel Isten abszolút jó, ezért minden, amit ő adja nekünk, annak nincsen valójában kedvezőtlen időpontok. És gyere, megyünk kicsit még, itt van, igen. Amikor, igen, hogyha valaki ismeri, hogy úgy nevezett kedvezőtlen pont, vagy időszak, amit nekem jön, hozzám, vagy következik, az valójában Krisnának a segítsége abból a szempontból, hogy tanuljak valamit változtatni, megváltoztassam sokszor a tudatot, ugye a legfontosabb, ez a tudattal kell dolgoznunk. Ugyanakkor, mikor a bakták valamit szólnak nekünk,
azért van, hogy változtassunk meg a tudatod, lelki tanító mester, vagy időszakok. Ugye valakinek jön a nehezebb időszak, akár betegségek, vagy valami, hogy asztrológiailag nézünk, azért van, hogy fogadjam el Istennek az akaratát, és tanuljak meg, mi az, amit meg kell változtatni. Ekkor az ember tisztul, és erősebb lesz. Erősebb lesz a tudatja. És ez egy nagyon fontos, amit meg kell érteni, hogy nincsen kedvezőtlen időszakok. Valakinek mondanak, nem lesz pénzed most 10 éven keresztül, valakinek mondanak, hogy most valami más problémád lesz 20 éven keresztül, vagy csak egy hónapon keresztül. Ez minden nagyon kedvező, és Bhakta mint egy kegyet fogadja, és lelkesen ezzel lehetőséggel él, hogy elérjen a változásokat. Akkor Bhagavad Gita-ban Krishna meghatározza pár helyen az időnek a természetét. Kalakalatam aham. Először azt mondja, én az idő vagyok, ami mindenek a meghódító. Akkor aham evaksaya kalo. Én vagyok a kimerítetlen idő. Ugye az idő ez kimerítetlen öröki. Akkor is, amikor van egy pralája, ideglenes pusztítás, akkor jön az idő. Ugyanakkor lelki világban van, ott is van idő, csak ott egy kicsit más törvényeken alapján működik, ebből szempontból. Szóval látjunk, hogy Krishna, ő mint egy örök, mint egy fenntartó, mint minden kontrollál az idő, minden kontrollál, minden öregszik, ugye nem lehet megőrizni semmi idővel szembe, és mint egy pusztítója, mint egy a harmadik idézetben, mindennek a pusztítója, idővel minden el fog pusztulni. Megyünk tovább, akkor az időnek van 3 aspektusa, 3 hatása. Megint finom, durva és a lelki szint. Ugye van stulakala. Stulakala ez a mondjuk a ritmus, amit látjunk. Akkor a testünkben van egy ritmus, ugye a bolygókat, amit látjunk, ritmusban működnek, és ezért egy ritmusban vibrál az egész univerzum, ugye van pontosan másodpercek mennek, percek, órák, ez nagyon precízen működik, ez egy ritmus. És mint a megnézzük, hogy annyira precíz, és annyira ellenmondás van az tudósnak, akik mondják lineáris idő, de az egész idő egyik ciklus másik ciklusban van. Például van egy év, ugye ez mindig megismétlődik. Tavaly is volt egy év, holnap, most is van egy év, és utána is lesz egy év. Akkor egy évben van 365 nap, tavaly volt 365 nap, ebbe is évben így lesz, akkor egy napban van 24 óra, tegnap hány óra volt? 24? Ma? Nem 30? Jó, köszönjük. Mennyi? Már akinek. Igen. Szóval ez a ciklusok. És akkor megint 24, akkor 1 óra 60 percből, 1 perc 60 másodpercből, minden ciklikus, ez rita. A rita az azt jelenti, hogy törvény, így működik a világ. Törvény, rita, és azt jelenti, hogy ritmus. Mert szó ritmus, és szó ritus, ez a rita szótól erjed, árad, hogy mondjam, ered. Köszönöm. Ered. Ezért a szervezetünk is ritmusban működik. Ugye megint kicsit cáfolunk a kedves tudósokat, imádom velük vitatkozni. Még sose vitatkoztam itt szemtől szembe, lehet, hogy jó is, nem tudom. Nem próbáltam még, hogy ez milyen. De ugye nem lehet bármikor aludni, nem lehet bármikor enni. Miért? Mert van egy ritmusa, és ez a bolygókkal van kapcsolatban. Például az alvás az a holddal van kapcsolatban, még kicsit ezt megbeszéljünk, hogy miért pont éjszaka kell aludni. És mondjuk az étkezés, főleg az ebéd, az nem éjfélkor, hanem délben van, mert van egy ritmusa, és az nappal, napi bolygóval, napbolygóval van kapcsolatban.
És a másik az a ritmus úgy be van állítva, hogy 4 óránként változások történnek a testbe. Jánsi Sirád Hásem a Szundar Ki Jai. Hogyha már csak megnézzünk a Ayurvédának a kapapita vátát, ugye? A pita dósa, ő kezdődik 10-től 2-ig, az a pita dósa éjszaka. 2-től 6-ig megy a váta, váta után 6-tól 10-ig aktív lesz a kapa, észrevettek bakták, 6 után álmas mindenki a japán. 6-ig már általában kibírja, de amikor közeledik a 6 óra, akkor kicsit nehezebb, mert akkor a kapa dósa kezd aktív lenni, és az 10-ig tart, és 10-től 2-ig aktív a pita, akkor ember nagyon jó, energetikus, tud sokat dolgozni, és a 6-tól 10-ig délután, nem jól mondtam, 2-től 6-ig váta délután, ezért még ember tud dolgozni, de 6-tól 10-ig kapa. Abban a szempontból legjobban lefeküdni az 10 óra előtt még, és a 6 órától már bármikor lehet lefeküdni, és éjfél előtti alvások, főleg 10 óra előtti alvások, 2 órának számít egy, annyira jó pihen a szervezet. Ez a stula kala, ami hat a testünkre. Ahogy vannak ciklusok a szervezetükben, akkor működnek mindenféle szervek, és változnak ritmussal. Ez a stula kala. Utána van sukshma kala. Sukshma, ez azt jelenti, egy finom kala, ami a tudatra hat. A gondolatok. Sokszor ugye a gondolatok, mint karma, szamszkárok, azos időhatására jönnek. Ugye például ember ül és gyapázik, mantrázik, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari 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 Rám, Hari Rám, Rám Rám, Hari Hari, és utána csak kezd gondolni pizzára, vagy nem tudom ki mire, ekadási napon pizzára, farali lisztből, van egy olyan liszt, ami azt mondják, hogy ekadásin lehet enni. Honnan jönnek a gondolatok? Hát ez a sukshma kala, ez a finom idő, ami aktiválja ezeket a karma vászanát, a karma csúmót, vagy karma granti, ezeket a karma csúmokat aktiválják, hozza be tudatba, mint gondolat, mint egy vágy, és ezt befolyásolja a sukshma kala. Vagy valamikor jó kedvünk van, észrevettek? Valamikor rossz kedvünk van magától. Ez mindjárt mi meg is fogunk nézni, hogy ez igazából ciklikus. Kicsit később ezt a sukshma, ez minden, hogy a kála testünk is ciklikusban működik, hogy minden nap abban az időben úgy aktív a test, vagy kevésbé aktív, vagy ugyanúgy megy, délben mindig ember aktív az emésztése, ugyanúgy változik ciklusok a tudatba. Erről kicsit később, mikor megnézünk a bolygóknak a mozgását, és van para, önkála. A para az azt jelenti, hogy transzcendentális, lelki, lelki eredményekre, lelki hatást, lelki hát igen, eredményeket tud adni az idő is. Úgyis mondja Krishna és Bhagavad Gita, amikor érett gyümölcse lesz a gyakorlat, mikor beéri, akkor jönnek a lelki eredmények. Itt is van egy idő, hogy a lelki gyümölcse az megérjen. Szóval így 3 szintű kapcsolat van az idő és mindenkivel szemben. Nézzünk egy kicsit röviden a számítás, hogy hogyan számol az idő, ahhoz, hogy megértsünk, hogy ekádasit pont mikor kell bőtölni, ekádasi napot, ahhoz egy picit-picit meg kell értsünk, hogy hogy működik az a kis védikus óra. Akkor így világos lesz utána. Akkor nézünk. Hát egyik legrövidebb szakasz az időnek, amit lehet olvasni védikus írásokban, ez egy 0,123 ezret másodperc. Jó, mondtam? Ki tudja, ez mivel azonos? Ez egy pislogásnak a pillanat. Ez a pillanat. Pislogás, az kb. Attól függ, milyen hosszú a szem.
pillák. Ha túl hosszú, akkor kicsit lassabb lesz. De általában egy pillanat, ez a 0,123 ezrede másodpercnek. Akkor egy légzés, ki tudja, hogy a légzés ez a következő mérték az időnek, ki tudja, hogy egészséges állapotban egy teljes bekilégzés hány másodperc, valaki hallotta? 4 másodperc. 4 másodpercet tart. Akkor van egy muhurta, ami ugye több muhurtára van osztva a nap, most nem bonyolítsunk, de muhurta ez, vagy úgy számolunk, hogy 720 légzés, vagy 48 percig tart egy muhurta. Oké. Mennyi, milyen hosszú idő az Úr-Brahmának a napja? Vagy éjszaka? 8 milliárd 640 millió év a földi években, hogyha számolunk, ez az egy nap, és ugyanolyan egy éjszaka, ugyanolyan hosszú. És ilyen évek az Úr-Brahma, ilyen napok az Úr-Brahmának egy évben van 360 nap, ugye ez a 8 milliárd 640 millió év 360-ra lehet, de ez már nem megyünk abba. Nem jó valami? Jó. Jó? Akkor, és 5 év, 50 év, amit él, tudjunk, hogy 100 évig él az Úr-Brahma, de hogyha nézzünk az 50 évig, mert az osztva van, az Brahmának a 100 éve, az 50 évére szakaszokra még van osztva, egy parártha. És akkor ezért a Brahma élete kettő parártából van, és ki tud mondani, hány éves az Úr-Brahma? 50, igen. Úgy szokták mondani, hogy ha mi most élünk, az Úr-Brahma második parártha első napján. Szóval születésnap után első napján vagyunk most mi. Mikor 50 éves, tegnap, Úr-Brahma szempontból tegnap volt szülinapja, ma van a másnap, következő, első nap. És akkor vannak a szabályok, hogy mi tartsunk a szabályokat, van ennyi sok szabály, amit olvasunk a könyvekbe, ugye, akkor vannak ekadási bőt, miért kell tartsunk a szabályt. Miért kell tartsunk szabályt? Úgy mondja Hari Bhakti Vilászába, meg a Rupa Goszvámi a odaadás nektárjába. Nidhi Vised Hasya. Mindig Szadatam Vishnu, hogyha mindig emlékezünk az Úr. Szóval minden szabálynak a lényege, hogy mindig emlékezünk Istenre, a Visnura sose felejtsünk el. De akkor az a kérdés, hogyha mi követjünk szabályokat és bőtöljünk, akkor automatikusan tudjunk emlékezni Krisnára? Nem. Hanem ezek a szabályok adnak képesítés, hogy legyek képes, hogy mindig emlékezek Krisnára. Szóval ezt adnak a szabályok, és ekádasi, amikor ember tartja ekádasit, akkor nem automatikusan nem emlékszik Krisnára, viszont mindjárt megnézzük, mi az, ami adja neki képesítés, hogy mindig Krisnára emlékezem. Ez mindjárt meglátjunk. Előtte megnézzünk a holdnak a működését, hogy most miért pont ekádasira kell bőtölni, ez micsoda, miért nem dásámira, ugye a 10. napra, hanem 11-re kell bőtölni, és nem teli holdkor, vagy új holdkor. Amúgy teli holdkor és új holdkor nagyon kedvező bőtölni, csak majd mindjárt kiderül, hogy miért nem bőtöljünk. Először egy pár szót mondjuk a holdtárról, ugye, holdnak a naptárja. Egyik napja a holdnak, ez úgy hívják, hogy tithi. Ez egy a holdnak a napja. És egy teljes fázissal, teljes
kör, ugye a hold is megy körbe, mint a nap, és ez 30 tithi, 30 holdnak a napjába telik, amikor egyszer lesz új hold, és egyszer teli hold lesz az előtt. Ez azt jelenti, hogy 2x15, ugye, mert 2 hétig körülbelül fogy a hold, és 2 hétig növekszik a hold. Így működik. És ezért, mivel a holdnak van egy ilyen mozgása, azért van a hatása mindenre. Ugye a hold mit csinál az óceánnal? Ugye van dagály, apály. És hogyha megnézzünk, hogy nem is tudjuk, én nem tudom, hogy hány tonna víz van egy óceánban, és a hold mikor így megy, és akkor elvonja több tonna vizet az óceánból egyik oldalra, anélkül, hogy ő hatása legyen rá, hogy ő akkor most belassul, vagy megváltozjon a pálya, az annyira hatalmas a hold, hogy ez semmi. Hogyha így befolyásolja a hold az óceánt, akkor ugyanúgy egy ember óceán mellett, mint egy szalmaszál. Szóval mennyire hatása van az emberre. Ugye a hold hatása van ment a szervezetre, ugye mert szervezetben is van folyadék, ami a vizet vonza a hold, ugyanakkor az embernek az elmét is befolyásolja a hold. És ezért vannak változások az embernek a testébe, és az embernek az elmébe, de ugyanakkor ételre is van hatással a hold. Például szigorúan, hogy a kert, én nem vagyok kertész, lehet kijavítani, de úgy tudom, hogy szigorúan, hogyha a hold bizonyos fázisokban van vetve, vagy meccve, vagy aratva, akkor más az eredmény lesz az ételnek, más minősége lesz. Szóval a hold befolyásolja. Ugye a Srila Prabhupád több könyvben is írja, hogy ízet kapnak a zöldségek a holdtól. Ezért a holda fontos, és ekádasi ez a hold alapján megy, főleg, amíg kicsit később folytatjunk. Előbb megnézzünk, hogy hány óra van. Tessék mondani nekem, ezen az órán alapján ki tud mondani, most hány óra van. Nehéz, ugye? Hát a védikus asztrológia úgy méri az időt, ugye most hát ott is van 12 ház, és van 10 bolygó, és a 10 bolygó, ez 10 mutató. Szóval igazi óra, védikus, ez egy 10 mutatóból áll, és ahogy a rendes mutató órán mindegyik mutatója saját sebességgel megy, egyféleképpen megy másodperces, perces, és másképpen megy a órás mutató. Ugyanúgy itt is mindegyik saját sebességgel megy, és erre mindig utal, hogyha most hova érkezik melyik bolygó, akkor ennyi idő múlva, vagy ennyi szakaszra ez fog történni körülbelül. Most nem megyünk nagyon benne. A hold ugye egy 12 zodiákos, vagy egy pont, egy teljes kört megcsinálja a nap idő szerint a 29,5 nap alatt. A Jupiter mutató az már lassabban megy, az már 12 év alatt körbe megy. Akkor a Szaturnusz az még lassabban, az 29,5 év alatt körbe jár a Szaturnusz. Azért azoknak a ciklusai az tovább tartanak az emberben. És a hold azért nekünk naponta változik a tudatállapot a hold hatására. Ezt most meg fogunk nézni. Na, még egy kicsit bonyolítjunk. Akkor van a holdnak a napja, vagy fázisa, ez a tithi, amit beszéltünk, és mikor egy napod megy a hold, ami nálunk itt 24 óra mondjuk, de neki egy kicsit máshogy megy, mert mindjárt kiderül, akkor ez az ő egy, amikor ugye körbe kell menni, azt most beszéltünk, ezt a 12-t, ez 360 fok, ugye? És minden egyes fázis, ami 30 fázis, az 12 fokban van egy fázis. Amikor elmúlt holdnál egy nap,
egy tithi, akkor 12 fokot ment a hold. És akkor így egy körbe 30 ilyen fázisa van, 30 tithi van. És akkor most nézzünk, hogy ez hogyan történik. Ugye a nap, ő is mozog, ő is megy ugyanazt a kört, saját sebességgel, de most fogunk nézni, most nem kell mondjuk figyelembe venni, hogy most nem fog mozogni itt a nap. Fogjunk így feltételezzük, hogy ő megy most a saját sebességgel. Most a holdot nézünk a naphoz képest. Ugye nap, amikor a hold van 0 fokba, akkor elindul 15 nap alatt, és akkor el fog érni egy teli holdfázisot. Amikor 180 fokba kerül a hold a naptól, akkor van teli hold. Ez fontos most, mert ezek a fontos pontok lesznek, amit fogunk beszélni. Van teli hold. Amikor a hold visszatér a napnak a nulladik ez a fázisra, akkor új hold van. És a naphoz képest a hold saját ritmusában működik. Hogyha napnak mindig mozgása rögzített, 24 óra egy napnak, mindig 24 óra lehet számolni. A holdnak nincsenek rögzítve az ő tithi, az ő fázisai, hanem valamikor 19 órába telik egy kör napnak, a nap szempontból számolva 19 óra, vagy valamikor 26 óra alatt. Szóval van egy ilyen mozgása a holdnak. Ez is befolyásolja, hogy például valamikor mi bőtölünk dvadászin. Észrevettek, hogy néha nem kádásira kell bőtölni, hanem dvadásira. És ez miért van, miért dvadásira kell bőtölni? Azért, mert amikor ugye vannak ezek a tithik, a holdnak a fázisai, ez a 30, és azoknak mindegyiknek van a neve. Például Ekadasi, akkor számol, amikor napkelte alatt milyen fázisban van a hold, azt a napot úgy fognak nevezni. Hogyha Dvadasi fázisban volt a hold, a napkelte időpontban, akkor ez a nap már Dvadasi lesz, egész napot úgy hívják. A nyáron van egy törvény, hogy nyáron, mikor hamarabb kell a nap, ez azt jelenti, hogy kicsit átfedődik a hold és a napnak a munka, a ritmusa, és azt mondják, hogy szigorúan az Ekadasi nap, vagy a Harivasana nap, amikor kell bőtölni, nem napkeltekor kezdődik, hanem Brahma Muhurtába, 1 óra 36 perc napkelte előtt. Akkor kezdődik igazi, szigorú Ekadasi, aki száraz bőtöt tart. De nyáron, amikor közelebb van a nap, szóval hamarabb kell a nap, de a hold az megy saját ritmusába, és azt mondják, amikor még a Brahma Muhurtába legalább 2 perc belecsúszott Dásami, a tizedik nap, akkor nem tiszta Ekadasinak számít, és nem szabad bőtölni ilyen Ekadasikor, Ekadasi napon, amikor a holdnak fázisa rácsúszott még a Brahma Muhurta időszakra a Dásami, a tizedik nap. Ekkor bőtölni kell Dvadasamira. Megyünk tovább, nem fontos annyira. Úgyis naptárban nézzünk, nem akarok ezt bonyolítani. És ezért mondom, hogyha valaki száraz bőtöt tart, akkor lehet inni, de akkor inni kell Brahma Muhurta előtt, 1 óra 36 perce előtt. Hogyha valaki csak gabonától tartózkodik, akkor nem probléma, hogy iszik, de szigorúan így működik a holdfázisok. Oké. Okay. Na most. Most jön a kicsomagolás az egésznek, amiről beszéltünk, hogy vannak kritikus időpontok. És ezek a kritikus időpontok, amit mindjárt megbeszéljünk,
befolyásolják, hogy miért kell bőtölni Ekádasin. Ki tud mondani, most nem a lelki szempontot nézünk, nem a Krisna akarata, hanem a Krisna úgy akarata, ez az érdekes, hogy ha ő valamit akar, akkor minden szinten így kell csinálni. Finom, durva szinten minden. És most finom szint, mondjuk a adhyatmika, az azt jelenti elme, pszichika szerint, miért kell bőtölni Ekádasin? Vagy mikor van a kritikus pontok minden hónapban? A kritikus pontok vannak új holdkor, és vannak teli holdkor. Az új holdkor, mivel ugye nagyon erősen működik, a hatása van az elmére és a gyomorra, új holdkor nagyon nehezen emészti az ember, és nagyon gyenge pszichikája, nincs ereje, nagyon érzékeny, sértődékeny, szóval nagyon nehezen bírja azt a napot. A teli holdkor túl nagy az energia a naptól, és ezért kitörések vannak. Ember nem tud visszafogni magát, kontrollálni magát, és van kitörés. A statisztika mutatja, hogy kórházokban halálesetek, főleg a, hogy mondjuk így finoman, sárga házok, vagy mondjuk zárt osztályok, déli házak. Statisztika szerint a kitörések a új holt fázisba és a teli holt fázisba történnek, és a holtkórosok inkább a teli holtkor parikrámoznak. Szóval ez a kettő kritikus pont. De akkor miért mi, ugye nem Ekádasi kritikus nap igazából, hogyha megnézünk, hanem ez a kettő. És mindenki tud tapasztalni, ugye van, mikor mindenki negatív, lehet észrevenni baktákon, hogy ugye negatívek, valamikor ingerőtlen, és akkor többen kevésbé, többi kevésbé, de többségbe hatás alatt van. Főleg ez a kettő kritikus pont, de akkor miért Ekádasikor bőtölünk, most akkor ezt meg is nézünk. Akkor van megint a hold, új hold és van teli hold, ami 15 naponként változik, ugye van új hold, 15 nap múlva lesz teli hold, és 15 nap múlva lesz újra új hold. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a 7. nap a új hold vagy teli hold után, akkor szélcsend van az elmébe. Néha észrevettek bakták, olyan jó a dzsapa, és ma azt gondoljuk, hogy most már mindig így lesz. Hihetetlen tudtam figyelni a dzsapára, mindenkit szeretem. Minden bakta olyan szép és csodálatos, hihetetlen, ez a szadusanga, olyan értékes, rád is jám, szeret engem, olyan, szóval minden csodálatos. Meg süt a nap is ráadásul, fú, és nincs szél. Vátados és megnyugodott bennem, és minden jó. Ez a 7. napon van, és ez minden hónapban van ez a 7. nap, mindig lehet számolni, és akkor lehet tárgyalni baktákkal, akkor könnyebb lesz. Ez a 2 napban, kritikus napban nehezebb lesz a tárgyalás, lehet, hogy rosszul fog kisülni. És a 7. nap után, amikor jön a 11., a 15. előtt, Ekádasi, ezt úgy mondják, hogy ez egy a kritikus napnak, ami teli hold lesz, vagy új hold, határnap. Ez egy határ, ott kezdődik már, kezd indulni minden. Elme, szervezet kezd felborulni, és azt mondják, hogy ha valaki Ekádasikor bőtöt tart, akkor felkészül a kritikus teli holdra, vagy új holdra. Hogyha ő akkor nem eszik, akkor az elme és a szervezet sokkal könnyebb fog átmenni ezen a kritikus időponton, mint a új hold és a teli hold. Lehet érezni, főleg az új hold előtt, akik ilyen vátasúbak éreznek, hogy már előtte, pont egy Ekádasi előtt már lehet érezni, hogy minden, amit eszek, csak egy beton van a hasamba, akkor a új holdkor az már végképp kész, ember csak aludna egész éjjel-nappal. Szóval ezek a fázisok már befolyásolnak mint a szervezetet,
mint a tudat, akkor kezd felhalmozni, és zsákutcába kezd érezni magát. És hogyha és még csak kezdődik a teliholdra, akkor az csúcs lesz, és akkor ekádásikor bőtől, akkor újraindította, tiszta lappal felkészült, hogy folytassam az életemet, és üdvözlöm a teliholdot, vagy a új holdot. Ez a dibautika, a durva szinten, miért és hogyan kell ezteket bőtölni, akkor mik az eredmények a bőtnek. Főleg a trájodási nap, nem advádás, a trájodási napra van egy hatása, hogy az ember nagyon békés lesz, az elme mondják sűrű lesz, és nagyon jó fog menni meditáció, és ezért egy jó, erős, stabil elmével ember belelép a teli vagy új holdba, és akkor ezt nagyon jól tud átvészni, és tud, képes lesz meditálni, dzsapázni, és végezni akár szolgálatot. Ugye, akkor van az az Adi Daivika, az volt Adi Bautika, durva szint, most finom szintet beszéljünk. Meg lehet, hogy de ez egy kicsit később a gabonáról. Minden fázisnak, a hold fázisnak van egy neve, ennek a 30 tithinek, és minden fázis valamilyen eredményt tud adni az embernek. Ugye, hogyha mondjuk az első napon ember bőtől, az a pratipát, ez azt jelenti, hogy vidhi pradá. Eredmény lesz a bőség. Hogyha valaki mondjuk a második napra bőtől, vagy valamilyen megfelelő vezeklést végez, akkor mangala pradá. Akkor ember sikert fog elérni. Hogyha mondjuk valaki bőtől tritiya, a harmadik napra, akkor bala pradá. Akkor ember erőt kap, erőt fog eredményezni a holdnak a harmadik fázisa. És hogyha valaki ekádási napon bőtől, akkor az ekádásinek az ajándéka ananda prada, boldogságot eredményez az embernek, ilyen eredményeket ad. És még nincs vége, akkor a következő eredményeket adja az ekádasi követése, hogyha valaki követi az ekádasit, akkor képes lesz tapasztalni Krisnának a jelenlétét. Ugye, mint a Sivarama Maharaj magyarázza, hogy hívják, szeminárium, Damadi Tattvába, hogy van ez a shakti. Milyen shakti? Amikor érzünk Krisnát. Nem látjunk, de tudjunk érezni Krisnát. Most kijött eszem, kiment az eszemből. Antardana Shakti. Antardana Shakti. Akkor sokkal élénkenyebben és tisztában lehet tapasztalni akár Antardana Shaktit, akár a Krisnának a részvétel az én életemben, az én, hogy ő engem segít, bakták keresztül, ezt tisztában fog tapasztalni az ember. És ezért Krishna direkt hozta, ugye ez, amit elején már mondta, ez Padma Puránában Jaimini Rishinek, Vyasadeva mondja, Krishna direkt létrehozta az ekádasit, hogy az ember fejlődjen lelki életben úgy, hogy tiszta lappal újraindítsa a rendszert, vagy újrainstalálja a gépet, amikor már túl sok vírus van, ugye, mert a hibákat, amit követünk el, ez toxinokat, mint a felhalmozza a szervezet is toxinokat, azért jó lenne bőtölni, akkor az méregtelenít. Az a sértések által mentális álma, mentális toxinok létrejönnek, és a bőt ezeket kitisztítja, hogyha megfelelően persze csináljunk, akkor újra tiszta lappal kezdődik az ember, és akkor így követi. Érdekes, hogy az Úr Csaitanya időben Bengáliába, ez a Csaitanya Mangalába és Csaitanya Charitamritába olvasható, bocsánat, Csaitanya Bhagavatába. Akkor a Bengáliában az volt a szokás, hogy
A bőtől és az ekádasira csak a özvegyeknek, meg idős asszonyoknak szükség volt, és senki nem tartotta ekádasit. De Úr Csaitanya ugye nagyon alázatosan kérte anyukáját, hogy kezdjen el ekádasi bőtöt betartani, és akkor úgy bevezette az ekádasit Úr Csaitanya. Jaisi Srila Hashyama Sundar Ki Jai. És akkor így szóval fontos volt, hogy még a saját anyukát is kérte. Aztán volt egy történet, egy life member, egyik indiai ember, bakta, mesélte történetet, hogy elutazott valamelyik városba Indiába, és beköltöztették ott, ez egy bíró volt, és kapta egy bírósági ügyet, és ott élt egy ilyen nagyon elhagyott helyre, szobába, házba őt elszállásolták, és éjszaka jött egy szellem, és akkor mondta, na, akkor mindjárt neked vége lesz, és akkor mondta, jó, inkább mesélj el, hogy lett a szellem, és akkor mondta, hát én igazából egy vőlegény voltam, és a esküvő napján, vagy végén, vagy másnap meghaltam katasztrófába, és ezért szellem lettem. És mondtam, de nem baj, mert most egyedül nem tudok téged zavarni, de majd holnap, vagy holnap után hozzám fog csatlakozni egy új társam, és majd mi ketten téged fogunk ijeszgetni. És akkor megjött az a nap, és szomorúan szól hozzá a szellem a baktához, hogy hát nem sikerült a tervem. Miért? Azt mondja, hát képzeld el, Indiában az a szokás, hogy az esküvő napon bőtölni kell. Jó, igen, de nem halt meg, akkor most bőtöl is nem halt meg az a vőlegény, akire mondtál, hogy ő is katasztrófában fog meghalni, és lesz a társad. Azt mondja, de meghalt, sikeresen. De akkor mi a probléma, miért nincs veled? Azért, mert ez az esküvő nap az ekádasin volt. És ő ekádasin bőtölt, így felszabadult, és akkor Vaikunthára ment, nem hozzám. Szóval így eredményeznek az ekádasi bőtök. Valamit kihagytam az elmével kapcsolatban, melyet már hogy kell megtörni a bőtöt, amúgy nagyon jó időben haladunk. Nem baj, majd máskor, hogy eszembe jön. De beszéljünk, hogy Sanatan Goswami, aki írta Hari Bhakta Vilást, ő idézi a Brahma Vaivarta Puránát, egy mantrát, és mondja, hogy kell megtörni a bőtöt. Azt mondja, hogy először a dásami napon, ugye ekádasi előző napon kell vratát adni, hogy akkor én szeretnék, kedves uram, lehet jönni rádésámhoz, és mondani, hogy kedves rádésám, holnap lesz ekádasit, ajánlom az neked, vagy én ezt vállalom ezt a vratát, és légy kedves, vagy légy szíves, légy velem elégedett ezzel a vratával. Ezt mondja Sanatan Goswami, hogy akkor először kell a szankalpa, amikor mi vrátá kezdést kimondjuk Krisnának, hogy kérünk kedjét és áldás, hogy be tudjunk tartani, és neki ajánljuk előre. Utána a dvádási napon, amikor, igen, a megtörés, azt még nem mondtam, hogy pont hogyan történik, megtörés úgy kell csinálni. A megtörés nagyon fontos, hogy a dvádási, az a 12. fázis, hold fázisára történjen, de mivel a hold máshogyan működik, ugye tudjuk, már elején beszéltünk valamikor 19 óra valamikor egy nap, hold nap, hold kör, valamikor 26 óra, ezért nyáron nagyon sokszor amikor ez a dvádási, a megtörési idő
nagyon rövid lesz, és utána már jön tritia, ez a trajodászi. És ezért nagyon fontos pont a dvádásén megtörni ebbe a kis időszakban, valamikor egy-két perc van, fontosabb az időszakban, a dvatásiban megtörni az ekádásit. És akkor milyen mantrát ajánl nekünk Sanatan Goswami? Kezdődik hasonlóan, amit mi szoktunk mondani, amit itt láthatjunk. Om Agyana Timirandasya, ugye, hogy Agyana, tudatlanságban születtem, Agyana Timirandasya, és akkor utána mondja, Vartane Anena, Késava, ez azt jelenti, Vartena Anena, ez a lényeg, hogy akkor én ezt a vratát, Késava, szeretnék ajánlani neked, és Prasidha Sumukhamnatha. Prasidha, légy kegyes hozzám, és fogadd el tőlem ezt a vratát, Vartanénat, és Samukha Natha, a szép arcú Natha, irányító. És utána mondja, Gyana Drista Pradabhava. Gyana Drista, és kérlek, egy transzendentális tudás pillantását ves rám, kérlek, a bőt után. Szóval fogadd el tőlem ezt a bőtöt, és add meg nekem Gyana Drista, a lelki tapasztalatokat, hogy legyek képes lelki tapasztalatokat szerezni a további lelki gyakorlatokba. És azt mondják, az a személy, aki bőtöl ezek áldásén, akkor ő fog kapni lelki tapasztalatot, és érzékeny lesz az Istennek a szeretetére, fog tapasztalni Isten szeretetét. Így működik az ekádasi vráta, és ahogy megint lényeg az egésznek, hogy Krishna legyen elégedett, és ekádasi abba segít, hogy legyünk képesek újra tiszta lappal folytatni, sértések nélkül, és képességet kapjunk ez egáldási kor Krishnától abba, hogy tudjunk jobban gondolni Krishnára. Köszönöm szépen. Ennyit terveztem elmondani. Valamit nem tudom, kihagytam, valamit nem. Köszönöm. Egy percünk van, hogyha van kérdés. Sanatan Prabhu. Még egyszer? Köszönöm. Ezt akartam, hogy miért nem eszünk gabonát. Hallottunk a karmáról, most nézzünk egy másik szempontból, megint a testszintet megnézünk, hogy gabonának mi a természete. Hogyha mi megfőzünk zöldségeket, és ezek a zöldségek, amikor vízbe főzünk, fognak-e így dagadni? Megváltozik-e méretük? Nem változik, ugye? Hogyha rizst megfőzünk, vagy bármi más gabonát, akkor az dagad, ugye? Dagadni fog. Mert a gabonának a struktúrája, mondjuk ilyen szivacs struktúrája. Szóval szívja a vizet, és akkor tud tágolni nagy méretben. Hogyha kenyeret is megnézünk, ilyen szivacs. Ezért, amikor ember eszik gabonát, és ekádási kor a hold hatására a tűz az enyhébb lesz a szervezetben, a víz az jobban aktív lesz. És a gabona jobban felszívja a nedvességet, és bedagad. És nem tud megemisztődni a gabona, hanem csak ama, vagy a toxinok lesznek belőle. És ezért a másik probléma az is, hogy amikor ember eszik, akkor az ételnek még van egy hatása tudatra. Amikor átalakul az étel a testébe is, és a tudat kapja energiát, van kettő oldal, van rögtön, amikor ember eszik, ízet kap, abban a pillanatban kap energiát, ugye, amikor valaki fáradt, túl sok ilyen terhelés volt, és kell valamit enni, akkor csak első falatot eszik, még nem emésztette meg, de már kap erőt, mert az íznek ugye van egy pránája, és van egy másik, ami úgy hívják, hogy vipák, ez a
hosszú távú és később eredmény, és ez a 3 nap. És hogyha ember eszik a gabonát ekádasin, és akkor, és mikor hatás a gabonától egyik, hogy már akkor nem tud megemészteni, de fő hatás a tudatra és a testre, ez 3., 4. nap pont teli hód vagy új hódra esik, és ez egy nagyon-nagyon komoly akadályt okozza embereknek, nehézségeket teli hódkor és új hódkor. Ezért ebből szempontból gabona nem ajánlott. De a fő szempontból Krisna így akarja. És miért? Még egy utolsó, hogy van az a 8. Hogy mondják a 8.? Ashtami. Ugye? Ashtami. Van Janma Ashtami. Hogyha nagyon jó Ashtamira is bőtölni. Ashtami. Ugye? Janma Ashtami. Azt mondják, hogy akkor ugye Krishna, ugye van nekünk 10 érzék, és akkor a 10 érzékel Krishnát, hogyha valaki szolgál ezen a napon, akkor lelkileg nagyon jó fejlődik, ezért kedvező csermást, amikor bőtölni. Igen, de megint a fő dolog baktáknak az mindig azért csinálom, mert Krishna akarja, rád is sem akarja, ők legyenek elégedettek. Ez az első. A többi, ez csak ilyen kis kiegészítő, hogyha akarunk kicsit tudni dolgokat. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Sisi Radha Sama Sundar Ki Jai, Sri Kadashi Devi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gora Premanandi. Gora Bhaktavrinda Ki Jai.